fagykár megelőzés nyáron. Érdemes vízteleníteni az üdülőkben az utolsó ott tartózkodás alkalmával. Szép apótölgy, topoly és bandikafa, helyi védettség alatt álló fák utódait őrzik pósteleken. Új keret, változatlan célok, feljutásért küzdenek a csabai kosarasok a következő szezonban. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A téli időszak egyik visszatérő problémája a vízmérők és vízvezetékek elfagyása. Az Alföld Víz ZRT szakemberei arra hívják fel a figyelmet, hogy ezek a költséges káresemények akár már a nyári időszakban elkerülhetőek, főként a nyaralók és az üdülők esetén. A tartósan fagyos időszak előtt érdemes megtenni azokat az óvintézkedéseket, amelyekkel mindenki elkerülheti a fagyás, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező problémákat. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a vízóra elfagyása és a vízelfolyás már a nyári időszakban megakadályozható az üdülőkben és a nyaralókban. Az Alföld Víz ZRT szervízüzem vezetője kiemelte, a károk megelőzhetőek az akna megfelelő szigetelésével, illetve az ingatlanban lévő vezetékek víztelenítésével. Az ingatlanban lévő összes vízcsapot ki kell nyitni a víztelenítés során, fagycsapokat ki kell nyitni, és a vízóra aknában lévő golyócsapot el kell zárni. És az a nagyon fontos, hogy a számláló szerkezeten lévő kis csillagkereket nézni, hogy valóban nem forog-e a víz, mikor a fagycsapokat elzárták, mert az is nagyon fontos, hogy amikor a fagycsapokat elzárják, vannak olyan állásai a fagycsapnak, mikor sajnos félállásban marad. A szakemberek elmondták, hogy amennyiben nem történik meg a víztelenítés, úgy a kiömlött víz mennyisége a fogyasztót terheli, ami a javítási munkákkal együtt komoly kiadást is jelenthet. Egy komoly károkat tud okozni, mind az ingatlanban, mind az ingóságokban, hiszen ha belegondolunk abba, hogy mondjuk egy 5 mm-es repedés egy csövön, akár havi 1 köbméter, tehát 1000 liter vizet is el tud folyatni, és ha mondjuk ez pont az ingatlanban történik, akkor ott nagyon komoly károk keletkezhetnek, és ez akár több száz, akár mondhatjuk, hogy milliós forintban mérhető kárt okozhat. A szakemberek szerint a víztelenítés, illetve a fagyás megelőzését szolgáló felkészülést érdemes az utolsó, nyaralóban töltött napon elvégezni. A Körös Klub természetkörnyezetvédő természetbarát egyesület 1986-ban azzal a céllal alakult meg, hogy a súlyosan károsodott Körösmaros vidék természeti értékeit megőrizze. Az egyesület tagjai 26 évvel ezelőtt a pósteleken található Boros László kutatóház mellett egy 10 hektáros területen alakítottak ki különböző élőhelyeket és telepítettek erdőt. Az egyesület a Pósteleki Természeti Emlékparkban végzi a területre jellemző őshonos fajok génmegőrzését, így például a puhafás ligeterdő egykori élővilágát is. Most itt a Pósteleki Természeti Emlékpark és génrezervátumban vagyunk. Itt a Dél-Tiszántúlra jellemző élőhelyeket mutatjuk be, és ami minket érdekel, az a puhafás ligeterdő. Itt most itt állunk, ez itt található, és ide fogunk majd most elmenni. A génrezervátum különböző élőhelyei, miniatűr változatai az egykor környékünkön burjánzó erdőknek. A Körös Klub Egyesületnek a Természeti Emlékparkjában vagyunk, ahol a Dél-Tiszántúlra jellemző fafajokat őrzünk meg, és hát ezeknek a megőrzésével és terjesztésével foglalkozunk, illetve erre a területre, tehát a Körösvidékre jellemző élőhelyeket alakítottunk ki, amelyeknek a segítségével oktató tevékenységet végzünk, tehát mind iskolásoknak, felnőtteknek, minden korosztálynak bemutatjuk ezeket az élőhelyeket. A megőrzött fajokkal együtt az egyesület tagjai Békés megye különleges egyedeinek utódait is nevelik. A megyében helyi védettség alatt álló fák közül szinte az összesnek van már itt életképes utódja, így a szép apótölgynek vagy a bandika és cimbora fáknak is. A mára már elpusztult gerendási topolyfát például a Pósteleki génrezervátumban nevelt utódainak köszönhetően telepítették vissza eredeti helyére. Kudják az Embori Eszter tudósította a 7.tv híradóját Póstelekről. Íjászokat képeznek eleken.
Tanórákon, iskolások számára oktatják az íjászatot Eleken immár több mint egy éve, tájékoztatott a Velek vezér hagyományőrző egyesület elnöke. Duró Lajos kiemelte, hogy a helyi általános iskolában heti egy alkalommal egy a sportágnak specifikusan kialakított tanteremben tanítják az íjászatot a tanulóknak. Nagy levegő, fejet fölött összezász. Minden íjász foglalkozás egy közös bemelegítéssel kezdődik, ahol a sportákhoz szükséges izomzatokat ráhangolják a lövésekre. Az lesz a mai edzésnek a témája, hogy összpontosítunk a célra. Ezt követően a tanár ismerteti az óra tananyagát. Ezúttal a céltábla előre meghatározott negyedébe kellett lőni a nyílvesszőt. Most rakja rendbe a vállat, hátizom, szép. Csuvarszky Boglárka egy éve tanulja az íjászatot, és már versenyen is megmérettette magát. Eddig két versenyen voltam összesen, az egyiken harmadik, a másikon második lettem. Fodor Noémi szintén egy éve íjászkodik, és mint mondta, azért szerette meg a sportágat, mert nyugtató hatással van rá. Ami megfogott benne az az, hogy mikor íjáztattak, akkor egy jó közösség volt igazából, és úgy gondoltam, hát most, hogy már benne vagyok majdnem egy éve, így már, hogy mondjam, nyugtató igazából. A Magyar Íjász Szövetség suli íjász programjának révén az Eleki Dr. Mester György Általános Iskolában a testnevelés oktatás részeként immár egy éve tartanak íjászórákat. Duró Lajos kiemelte, hogy az iskola vezetése biztosította foglalkozások lebonyolítására egy tantermet, amelyet íjász kellékek és céltáblák segítségével egy igazi lőtérre alakítottak át. A Magyar Íjász Szövetség azonnal biztosított számunkra egy 300 ezer forintos felszerelést, ami bőven elég, hiszen kaptunk 8 íjat, ami kifejezetten a kezdésre, tehát mindenféle segéd, de ez közel föl van szerelve, a gyereknek nem arra kell koncentrálni, hogy hogy tartsa az íjat, hogy húzza az íjat, hanem mindenki van szolgálva. Az elnök azt is elmondta, hogy igyekeznek a tanórák révén közösséget építeni, és egy olyan sportolási lehetőséget biztosítani, amely a fiatalok javára válhat. Duró Lajos hozzátette, hogy az iskolai foglalkozásokkal biztosítják továbbá a helyi íjász egyesület utánpótlását. A Kondorosi Csárda Múzeum célja, hogy az érdeklődők megismerjék a 18. századi betyárság életét és mindennapjait. A látogatók a korabeli bútorokkal berendezett szobákban többek között ostorokkal, bugykosokkal és fegyverekkel is találkozhatnak. A múzeum több mint 60 millió forintból újult meg. Reméljük, hogy a mostanság Kondorosi Csárdában látogató vendégek is hasonlóképpen éreznek és hasonló emlékekkel távoznak. Nagyon fontos azt elmondani előjáróban, hogy a Kondoros Város Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében lévő Kondorosi Csárda az, ahol most beszélgetünk, és ez a Kondorosi Csárda, ahol most beszélgetünk, ez a felújított múzeumrész pár héttel korábban került átadásra, egy nyertes projektnek köszönhetően, és egy igazi betyár hangulatot, egy igazi csárda hangulatot kölcsönöz. Ez a terem, ahol most állunk, ez a csárdának az ivó része, ez tipikusan a 19. század elejé hangulatot idézi. Aki betorpan ide, itt magában már az a látvány fogadja is, az illatok is azt az igazi csárda feelinget kölcsönzik, hogy vissza tudjuk adni és meg tudjuk mutatni a látogatóknak, hogy az 1740-es évek környékén 8 út találkozásánál felépült Kondorosi csárda hogyan is nézhetett ki annó. És nem csak a csárdának és a múzeumnak ezen tere és ezen része, hanem az egész múzeum tematikája így lett felépítve, és így lett bemutatva, és így mutatjuk be a csárdát, valamint a csárdához kapcsolódó és szorosan hozzá kapcsolódó betyárvilágot, mert hogy a Kondorosi csárdát is látogatták akkoriban a betyárok, a híres betyárvezér Rózsa Sándor is látogatta, és ha már emlegettem a csárdában a betyárságot és a csárdával összefüggő betyárságot, akkor itt bemutatjuk és elmondjuk és a legendát val megismertetjük a látogatókat, hogy a csárda padlásán milyen rejtek kémény volt található, amin a betyárok akkoriban el tudtak menekülni az éppen őket üldöző és kereső pandúrok elől. Tehát nagyon sok rétű a múzeumnak a tematikája, amit javaslok, hogy mindenki jöjjön el, személyesen nézze meg, élje át és tapasztalja meg, hogy milyen is a csárda hangulat.
Pontokat vesztve ugyan, de 4 forduló után még mindig veretlenül áll a labdarúgó MB2-ben a Békés Csaba 1912 előre. A lilák a múlt hétvégi Kaposvár elleni mérkőzés után egy újabb vidéki fellegvárral, a másodosztály egyik újoncával, a Pécsi Mecsek FC-vel találkoznak idegenben. A hét közepén elsősorban erősítő tréningen vettek részt az előre játékosai, akik ezúttal a labdarúgó akadémián készültek a következő bajnokira. A Kaposvár ellen gólt szerző Húsán György kiemelte, önbizalmat adott számára a találat, de most már a Pécs elleni összecsapásra koncentrál. Az első mérkőzéseiket közvetítette a tévé, láttuk őket, nem egy rossz csapat, hamar felvették az MB2 ritmusát, úgyhogy nehéz mérkőzésre számítok. Sok néző lesz kint, biztos jó lesz a hangulat. Tehát meg kell őket verni, 3 pontért megyünk. A Pécs az előréhez hasonlóan egy nagy hagyományokkal rendelkező klub, amely hosszú éveket töltött el az első osztályban, de 2014-ben a szövetség kizárta az élvonalból. A PMFC-nek a megyei első osztályból kellett visszatérnie a profi szintre. A baranyai csapat nyáron jutott fel az NB2-be, ahol 4 forduló után 7 ponttal a 8. helyen áll. Ilyen NB2-ben végignézve a mező, hogy minden hétvége rangadó, nem csak nekünk, a többi csapatnak is. Nincsenek lefutott mérkőzések. Azt tudom, hogy Pécset nagyon szeretik a futballt, játszottam is Pécset, rettenetesen élvezik a jó játékot, biztos, hogy sokan lesznek, de ki kell emelnem azt is, hogy a pécsi csapat rászolgált, hogy sokan legyenek. Láttuk a korábbi mérkőzéseiket, jó futballt játszanak, nem véletlenül ilyen sok nézőjük van. A Békés Csaba még veretlenül 8 ponttal foglalja el a táblázat 6. helyét, 2 egységgel lemaradva az első helyezettől. A lilák vasárnap 19 órától lépne pályára a PMFC stadionban, az NB2 5. fordulójában. A hét elején átalakított kerettel kezdte meg a felkészülést a Békés Csabai Kosárlabda Klub felnőtt együttese. A csabai kosarasok vezetőedzője elmondta, hogy a tavaly félbeszakadt szezonban jól teljesített a csapat, és szeretnének hasonló eredménnyel zárni a következő idényben is. A Békés Csabai KK február 29-én játszotta az utolsó tétmérkőzését az MB2-ben. Akkor a hazaiak a Mezőberényt győzték le 108-69-re és 2. helyen álltak a tabellán. Az együttes azóta egy külföldi tornát leszámítva nem lépett pályára a koronavírus miatt, pedig jó formában várhatták volna a folytatást. Nagyon sajnáltuk, hogy idő alatt véget ért a szezon, mert rendkívül jó keret jött össze Békés Csabán. Fiatal játékosokból álló csabai játékosok voltak főleg itt a keretben. Célunk volt a feljutás, hogy annak igazán a közelébe kerülni, úgyhogy ezt egy kicsit keresztül húzta a vírushelyzet. A Magyar Kosárlabda Szövetség felfüggesztette a hazai bajnokságokat, így nem osztottak helyezéseket, nem voltak kieső és feljutó csapatok sem. Így a Békés Csabai Kosárlabda Klub a következő szezont is az MB2-ben kezdi meg, és nem titkolt céljuk, hogy az első 3 hely valamelyikét megszerezzék, és kivívják a feljutást az MB1-B-be. Az a Szolnok lesz nagyon erős, mert a komplett 20-as csapatával egy-két idősebbel kiegészülve indul, ők abszolút MB1-B szintű, MB1-B-s középcsapat szintű csapat lesz. Mellettük lesz a Nyíregyháza, aki tavaly is nagy rivális volt, és a debreceni kampusz csapata, ahol csak NB1-es játékosok játszanak, de ők már talán egy picit kifele mennek, ők hobbira veszik már ezt az egészet. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az első 3-ért fogunk harcolni, és nagyon remélem, hogy inkább az első 2-ért. A vezetőedző hozzátette, hogy a bajnoki rajt a legkedvezőbb esetben a szeptember 20-ai hétvégére esik majd. Jancsika Árpád kiemelte, hogy 7 edzőmérkőzést szerveztek eddig, többek között NB1-es csapatok ellen is. A Békés Csabai KK továbbá a Békési Kosárlabda Klub által szervezett Viharsarok kupán is tesztel majd, ahol a Tiszaújváros és a Szent Pál Akadémia csapatával is meccselhet majd. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!